20 éve húzódó problémára találtak megoldást a csütörtöki Marosvásárhelyi helyi tanács ülésén. Lezárult a nagykórház melletti telek körüli vita, már csak a prefektusi jóváhagyás hiányzik, és elkezdődhet az égési kórház építése, amit uniós támogatással valósítanának meg. Hosszú ideje vitatott téma a Marosvásárhelyi helyi tanács ülésein a nagykórház melletti telek kérdése. A város és a megye több mint 10 éve pereskedik a közel 20 hektáros terület tulajdonjoga miatt. A megyei tanács megbízott egy szakértői céget, amely felosztotta a 20 hektáros területet 9 parcellára. Javaslatunk az, hogy ezt a területet 9 telekre osszák fel, amelyből 5 telket a megye, 4-et pedig az önkormányzat birtokolna. A jóváhagyási jelentésben és a határozatban is említett cég által készített topográfiai dokumentáció elfogadásával zöld utat ad a telekönyv kiavításának a megyei klinikai kórház szomszédságában történő bővítés az új kiegészítő funkciók létrehozása érdekében. Így sikerül egy 21. századi teljesítményű új kórházat építeni. A kormány ugyanis már jóvá hagyta az égési sérülteket ellátó központ megépítését, de ehhez szükségszerű, hogy tiszta telekkönyvvel rendelkező telket tudjanak biztosítani a beruházás számára. Ez a vitatott terület lenne. A végső döntést az ügyben a megyei prefektusi hivatal fogja meghozni, amely eldöntheti, hogy törvényesnek találja-e a határozatot, vagy visszaküldi a testületnek. Nu este proprietar privat. Este proprietar al domeniului public, ceea ce înseamnă că statul român este proprietar. A román állam a tulajdonos, a városháza pedig az ügyintéző. Magántulajdonról akkor beszélünk, ha a városháza vásárolt volna egy telket valakitől. Abban az esetben azt lehet mondani, hogy egy magántulajdonról van szó. A résztvevő 18 képviselő közül 17-en elfogadták a határozat tervezetet, egy tanácsos tartózkodott. A városi tanács egyébként a Marosvásárhelyi helyi rendőrség átszervezéséről is döntött, amely helyi érdekeltségű, jogi személyiséggel rendelkező közintézménnyé válik. Örülhetnek ugyanakkor a vendéglátóipari egységek, ugyanis a testület döntése értelmében a közterület használatáért járó díj 50%-kal csökken, vagyis a teraszokat működtető egységek kevesebbet kell fizessenek, viszont kötelesek egymástól legalább 2 méter távolságra kihelyezni az asztalokat.